ez a ház elég jól meg lett építve. Tehát ezért jó ám az alapja ennek, hanem azt kell tudni, ez hogy... Ez hány éves ház? Egy idős? Ez egy olyan 200 éves ház. Tehát több száz éves. Ugye eredendően az Ajkától távol volt. Annyira távol volt, hogy úgy szoktuk mondani, hogy kiabálási távolságra volt, hogy éppen hogy oda hallatszott a kiáltás. Igen. Na most körülötte művelhető terület volt, amiről a Gyuszi is említést tett, azok a házak, amelyek a Téglagyári úton ott vannak, annak a területe a malom tulajdonosának a területe volt. És tovább megyek, tehát kifelé, Kislőd felé is, ahol most a Téglagyár van, az mind a malom tulajdonosnak a területe volt. Azt 1912-ben eladta egy devecseri tulajdonosnak, aki a Téglagyárt építette, itt most nem akartam belemenni ebbe. Tehát elég könnyelműen adta el, nem gondolta arra, hogy a téglagyártáshoz rengeteg víz kell, aztán bizony a vizet elvette az agyagnak a keveréséhez, és akkor attól kezdve a malom nagy bajba volt, mert adott esetben nyáron akkor is előfordult szárazság, nem volt elég víz, de most ezt kapcsoljuk ki ebből. Na, a felső oldalról, a téglagyár felüli oldalról, a művel területről, akár gyümölcsös is lehetett, a talaj fokozatosan idők során sodródott le. Tehát a tulajdonos épületének a hátsó részén, ahol kiáratok is voltak, látszanak ezek a befaladások, a gazdasági rész ott zajlott, de fokozatosan töltődött fel, annyira töltődött fel, hogy a magasság miatt rákerült a víz, az oda sodoró víz, tehát fokozatosan ázott át a fal, tehát ez, de most azt a fölösleges földet, adott esetben ezt tovább lépünk, onnan el kell tüntetni. Nem olyan egyszerű ezt az épületet megmenteni, de megmenthető lenne. Maga az épület az egy felújításra váró, de végül is Jani annyira rendbe hozta belül, nincs fűtés, de ablak meg egyéb nyilászárók többé-kevésbé rendben vannak. Jani a városi sport történelmet csinálja, és volt ő neki egy sportmúzeum kiállítása a alupályán, hol ide-hol Bányász pályán is volt, hol ide-hol oda költöztették. Igen. Mindenhol elfogyott neki a terület, és a Jani kérte, hogy hadd rendezkedjen be, és áthozta ebbe a malom épületbe, áthozta a vitrinjeit, fénykép, tablók, rengeteg tele, rengeteg érem, és egy történelmi áttekintés, még akkor is, hogyha szakértők... Egy városi sportmúzeum. Igen, ugye? Ha és... szakértők hiányosságokat fedeznek fel, ez nincs benne, meg az, mert ugye volt már, hogy igen, de ez nincs benne. Az egy nagyon szép gyűjtemény, és a Jani most ebbe az épületbe berakotta, az alsó szinten pedig azokat a segédeszközeit tárolja be, ami kellenek a szabadtéri mozgáshoz, ott különböző pályaelemek. A polgármesterünk védelme érdekében, tehát nem támadtuk mi. Ő hajlamos arra, és kész áldozatot hozni, hogy meg kell venni valamit Ajkának valamit. Persze, persze. De nem szereti, és nagyon helyes, hogy utána tovább is folyamatosan mindig pénzébe kerül a városnak. Tehát mikor valamiért egyszer áldozatot hozunk, oké, lezártuk, de utána legyen annak a építménynek bármilyen funkciója, ami saját magát fönntartja. És szeretném elmondani, hogy külföldön, Németországban tapasztaltam, hogy hasonló eset, megvásárolják a régi házat, akkor meghirdetik, hogy legyen olyan vállalkozó, aki azt belakja, esetleg 2-3 is, és közösen a villant, a vizet, mindent, és akkor szerződés szerint a folyamatos karbantartáson, felújításon is gondoskodnak. Attól kezdve a városnak nincs semmi dolga vele, de van egy régi épület, amelyik működik, és szépenek. Na most nekem ez tetszik. És nyilván, hogy a polgármesterünk is ezt szeretné elérni. Tehát minden ilyen dolog, amiben mi ilyen emberek ugye, részt veszünk, mindig gondolni kell arra, hogy igen, mi lesz utána. Ma esti egyik interjú alanyunk Heffer László, nyugdíjas építésvezető.
A VÁÉV, azaz a Veszprém megyei állami építőipari vállalat pápai és dudari építés vezetőségén kezdte, de ezt követően élete egész munkássága Ajkához kötötte. Ajka fejlődését 1948 óta követi nyomon, emlékszik a 15 cm-es sára, amin Magyar Polányból akkori lakóhelyéről jövet át kellett gázolnia, és a Ninzé kastély kőfalának maradványaira is. Emlékei szerint annak idején Ajka még csak nagyközség volt, és sokkal városiasabb benyomást tett rá a Városlőd, ahol volt strand, volt gyógyszertár, és fülcet macska kőborította. Másik beszélgető társunk Rász Gyula, aki szívesen emlékszik az 1980-as évekre, amikor a nagyüzemek oroszlánrészt vállaltak Ajka városiassá tételében. Nyaranta felújították az iskolai tantermeket és az óvodákat, részt vettek a piaccsarnok és az úszoda építésében is. Ezt mint egy közadakozás jelleggel tették, amivel gyarapodott a város. Szerinte ma ehhez képest csak nyomokban létezik ez a tevékenység az akkori nagyságrendekhez képest. A bánya külszíni üzemvezetőjeként egyik feladata volt neki is a város javára végzett szakipari munkák szervezése. Innen datálódik jó kapcsolata a város vezetésével is. Akkoriban ez úgy zajlott, hogy a tanácselnök által összehívott megbeszélésen a nagyüzemek képviselői egymás között szétosztották az elvégzendő feladatokat. Bányahatósági főmérnökként ment nyugdíjba. Kissé háttérből, de még mindig rajta tartotta a szemét Ajka közéletén, és csak beosztása akadályozta meg abban, hogy önkormányzati képviselő lehessen. Mikor 2018-ban az Ajka 60 verseny keretében a város vezetése meghirdette a közösségi terek, vagyis kertek megvalósításának programját, ő szűke pátriája, Babucsa jövő formáló elképzeléseit vette védőszárnyai alá. Ez közelebbről az Ilona Malom és környékének közösségi célú hasznosításra alkalmassá tételét jelentette. Ez a terület meglehetősen elhanyagolt volt, amit időnként a kiáradó tornapatak vize is elárasztott. Akkor már a polgármester is egyetértett azzal, hogy ez legyen Babucsa városrész jövendőbeli közösségi tere. Ez lett az Ilona Malom kert koncepció. Munkájában nagy segítségre lelt Heffler Lászlóban, akitől állítása szerint a területre vonatkozó összes ismeretét szerezte. Heffler Lászlót, mint építészt, mindig is érdekelték a régi épületek, azok története, módja. A városi sétái során valamikor a 80-as években botott bele az Ilona Malomba, aminek rögtön megragadta a varázsa. Akkor ismerte meg az utolsó tulajdonos, Pap Lajos lányát, Ilonka nénit, aki egyedül lakott a Molnár házban, s akinek nem volt könnyű a bizalmába férkőznie. Ő mesélte neki, hogy valamikor a 60-as években a környéken avarkori sírokat találtak, tehát az ő következtetése szerint már akkor állhatott itt valami malomféle, mert az avaroknak is szükségük lehetett tisztre. A mai malom azonban valamikor a török idők után épült méghozzá, volt olyan fala, amit cölöpökre, nyilvánvalóan a torna szeszélyes vízjárása miatt. Ennek köszönhető, hogy az épület viszonylag épségben megúszta az évszázadok viharát. Sajnos az 50-es évek végén egy gondatlan inas miatt a malom leégett, bár állítólag a tűzoltók közben jól berúghattak az ott tárolt pálinkától. Ezt követően a malom épület az ÁFÉSZ, az Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet szódagyárának adott helyet. Itt dolgozott segédmunkásként Ilonka néni is a saját malmában nyugdíjba vonulásáig. Közben némi zűrzavar keletkezett a tulajdonviszonyok nyilvántartása körül, ami a hírek szerint csak a legutóbbi időkben rendeződött. Tehát magyarán egy kicsit gazdátlan maradt. Amikor én odavetődtem, és akkor néztem, hogy milyen kár, hogy ez itt van kihasználatlanul, mindenféle gondolataim voltak, azon kívül hát végignéztem azt az épületet. Talán mondhatom, hogy most egyetlen megmaradt ilyen régi épülete Ajkának, hogy mit lehetne vele kezdeni, ez is eszembe jutott. Annyira végignéztem, hogy a padlástól az ajtó, hogy mindent fölismértem, le is rajzoltam, ez megjelent a ajkai századokban, és bíztam abban, hogy előbb-utóbb valami történik vele, hogy ne vesszen kárba, mert nem esik a központba, tehát nincs útjába senkinek, de soha nem lehet tudni, hogy a város terjeszkedik, vagy mégis nem jött valami. Attól való félelmembe, hogy esetleg mégis lebontják, hát azért írtam össze, hogy legalább megmarad rajzon, ennyi. Igen, ez a kiinduló helyzet, mondjuk azt. Rász Gyula és társai, mondhatom ezt? Kicsit tovább mentek ezen a vonalon.
És tényleg majdnem, hogy egy tanulmányszintű összeállítást készítettek a terveikről. Mik is ezek körülbelül? 2018-ban, amikor a város vezetése elhatározta, hogy egy átfogó, egységes rendszert hoz létre, ezek a bizonyos városrészi parkok vagy kertek, közösségi területek, a személyemet kereste meg a polgármester, és azt mondta, hogy gyakorlatilag a Babucsa dűlői városrészt illetően 2014-ben az egyik egy régi épületet a városrész közösségének, mint közösségi ház, ez a Babucsa civil ház névre hallgat ma, lánykori nevén 100 lépcsős kocsma, ami meglehetősen rossz ízű az én számomra, és nem is szeretem. Babucsa civil ház 2014-ben az önkormányzat által megvásárlásra került, és egy civil működtető egyesületet kellett létrehozni. Ez lett a Babucsa Dülői Baráti Kör, amit én hoztam létre, és gyakorlatilag a Babucsa Civilház ennek az egyesületnek a hatáskörébe, kezelésébe, kizárólagos kezelésébe került. Innétől kezdve ez egy létező fogalom, és 2018-19-ben a polgármester úr azonnal rácsapott, hogy a Babucsa Dülői Baráti Kör hatáskörébe, ha már van, kezelésébe, mivel a kettő, a civilház és ez a közösségi terület alig 300 méter légvonalbeli távolságra van, magától értetődő dolog volt, hogy a kettőt összevonta, és szintén az egyesületünk kizárólagos kezelésébe adta ezt a területet azzal a feltétellel rögtön, hogy adjunk egy fejlesztési projektet, készítsünk, amelyiket 2018-19-ben is készítettünk, viszonylag részletes, még ütemterv szintjén végzendő feladatokra is lebontva. Igen, láttam, akár hálótervezése is alkalmas, tehát hogy rengeteg feladat föl van. Egy hálódiagrammal olyan szinten, hogy operatív kivitelezésre alkalmas. A probléma az, hogy 2018-19-es föllángolás után jött egy recesszió, ami az egész gazdaságot, nem beszélve itt a 2022-es Covid járvány. A Covid járvány, amikor ugye minden megállt, megálltak ezek a fejlesztések, papír maradt fiókba, gyakorlatilag a Covid telt, az idő haladt előre, mit lehet tenni? Azt lehetett tenni, hogy fölmértük, alapelhatározás volt, hogy ezt a közösségi területet egy városon belüli parkerdei jellegű térré, közösségi térré alakítsuk. Semmi nagy betonozás, semmi nagy, hanem a parkerdő típusú területeken meglévő elfoglaltság, tűzrakóhely, szalonnasütő, kis röplapálya, ehhez hasonló. Ezeket szépen egy tervbe fektettük, és emiatt az ügy miatt bevontam az ügybe Ládi János barátomat, aki egy kiemelkedően komoly szervező sportember, és megbeszéltük 2018-ban, hogy ennek szellemében rendezzük ezt a bizonyos Ilona Malomkert projektet. Abban az időben nagy volt a lombkorona sétány országszerte, és a Ládi barátom sok fele járt, mint tájfutó versenyző. Nagyon sok tervet, elképzelést hozott, és csinált egy olyat, hogy csináljunk egy lombkorona sétányt, ami egy 4-500 méteres területre terjedt ki, de mivel az alapkoncepciónkba lerögzítettük, hogy nem egy egyetemleges szórakozó helyet, dühöngőt hozunk létre, hanem egy megszűrt közönség részére, és ez a megszűrt nem más, mint a 14 év alatti iskolás, óvodás korú gyerekek lennének a fő kedvezményezettje ennek a területnek. Ez irányban egész konkrét lépések is történtek, még megállapodást is kötöttek.
Ennek kapcsán akkor 2019-ben a Fekete Vörösmarty, illetve a Hétszín óvodának a vezetőségével fölvettem a kapcsolatot, és a egyetértésben egy együttműködési megállapodás lett kötve ezekkel az intézményekkel, akkor még a Lombkorona sétány, mint kiemelt projekt szerepelt. Akkor még nem volt olyan negatív felhangja, mint mostanában, ugye? Most 2023-ban... Visszaéltek ezzel a dologgal. 2023-ban nem tartom a Lombkorona sétát aktuális dolognak. Ezt kellene az eredeti projektünkből kihúzni. Az összes többi ott leírt, az érvényes, valós, megvalósítható. Most a Ládi János barátom rendkívül sok munkával, nagy energiát belefektetve ebbe a szabadtéri területbe egy tanpályát kezdett kialakítani, a tájfutásnak a feltételeit megismertetésével, a tájolóval, a pontoknak a regisztrálása, és hadd mondjam el, hogy évenként az elmúlt évben, 19-20-tól számolva évente a Ládi János egy 600-800 gyereket megmozgató, darabszámra megmozgató rendezvény sorozatot bonyolított le, ami az ez évben is megvalósult, nem tudom a pontos adatot, hogy mennyi, de visszamenőleg... Szoktunk egy... előbeszállni az Ajkai szóban, aki gondolja, föllapozhatja esetleg, de voltak ott, vagy vannak ott más elképzelések, és erre mondanak példát. Hogyne. A komplex projektben a Malom épülete, amiről szó van, Hepler Laci barátom, amit elmondott, a Malom épülete, mint olyan, szerepelne egy központi szociális szolgáltatást nyújtó helyként, WC kézmosó, mert rendezvényeket, még kültéri rendezvényeket sem lehet kölyál szerint úgy, hogy szociális mellék szolgáltatások ne álljanak rendelkezésre. Ezért ennek az épületnek egyébként ebben az épületben volt víz, villany, WC, csatorna, csak ezeket fel kellene újítani, és akkor maga ez az épület, az gyakorlatilag egy szociális, úgynevezett ilyen bázispontként, nem kiemelt luxus körülményekkel, hanem olyan, mint ha egy erdei turista házra gondolnánk valahol, ahol rendelkezésre állnak bizonyos minimum szolgáltatások. Most ennek is a tervei le vannak adva, a projekt élő részében ez megvan, megvalósulása nem került. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Ládi Jánosnak a rendezvényeinek a terjeszkedése most már szinte egész területet betöltő komoly megmozdulások vannak. Lassan nem nélkülözhetik ezt a szociális háttérszolgáltatást. Kisgyerekek vannak most, hova bokorva, ide-oda, hova szaladjon vele hova néni, amikor probléma van. Ez egy előrelépés. Az épületnek a tervezésébe a város főépítészét bevonva megkértem, hogy formálisan a Malom minimális jellegzetessége, a Malom kerék tervezzen az épület felújítással egy külszíni Malom kereket, ami jelképezné azt, hogy ez mi volt, és a malomkerék mellett jelenleg van egy düledező, örlő, hodályszerű valami, az is régi, az is valamikor a század elejéről ott volt. Annak a helyére pedig javasoltam, és egyetértett ezzel a főépítész, hogy egy félig falusi szín, pajta jelleggel legyen egy olyan fedett beálló, ahol esetleg, mivel az összképbe szabadtéri színpad táncosok részére, meg hasonló célra van tervezve, legyen egy olyan hely, ahol a netán népi táncosok leülnek, leveszik a ruhájukat, de szintén korabeli stílusjegyeket megtartva, tehát ez a falusi pajta színházak, amik most működnek, annak a imitálására legyen egy ilyen. Ezt is elfogadta mind a városvezetés, mind a főépítész. Ez egy fontos dolog, hogy a főépítész egyetértésével mondom ezeket, hogy mik. Úgy tudom, a tervező munka egyébként több szálon fut, nem zavarják egymást? Mondjuk az, hogy ugye a Város Tímpanon Kft. Például a patakmeder szabályozással
foglalkozik, esetleg egy malomárok kialakítását tervezi, ez függ a vízjárástól, a vízmérnökök elképzeléseitől. Tehát együtt tudnak ebben működni, vagy csak úgy egymás mellett tervezgetnek? Igen, csak azonnal helyre teszem a dolgot. Bocsánat, előre szaladtam. Ez a projekt 2018-ban, 19-ben lett leírva. 2019-ben, és aki megnézi a projektünket, annak az alapfeltételeknél a tornapatak úgynevezett mederszabályozási konszolidálása szerepel, mint igény. Na most közben telt az idő, elment a Covid-járvány, és a városi összkép tervezésbe egyszer csak megjelent a tornapatak, mint látványterv, valami bevonása. Tehát a tornapatak látvány elképzelései később léptek be, mint a mi elképzelésünk, bár a mi elképzelésünkben is a tornapatak szabályozása szerepel. Igazából a látványtervben én igazából csak a belvárosi része láttam. Igen. Terveket a felsőbb szakaszokra nem? Igen. Na most az a felsőbb szakaszra vonatkozó mederszabályozási elképzelés, a szerep a városi összképe. A probléma az, információim szerint, hogy korlátos az erre rendelkezésre álló fejlesztési pénzek, amit az elmúlt, mondjuk tavaly beesett a városi tudatba, ugye? Nyugodtan mondhatom, hogy beesett, mert addig nem volt szó arról, hogy valahonnét pénzt kap a város ilyen célra. Most ez a beesett pénz és a mi elképzelésünk gyönyörűen összeharmonizálható. Örömmel hallom. Összeharmonizálható, bár egy kicsit rossz ízűen és rossz néven vettem az, hogy a városi tervbe egyes tervezők a mi közösségi területünket úgynevezett árvízvédelmi... Időszakosan elárasztandó, vagy elárasztandó területnek. Igen, és ez egy kicsit megdöbben be. Köszönhet vinni a pályát, a futópályát, a színpadot, tehát ez egy nem egy jó hír. Ez most egy kicsit, amikor én nekem ez tudomásomra jutott, rögtön az illetékesnek mindjárt említettem, hogy bár a kisebb kutya hátrányba szenved, mi vagyunk a kisebb kutya, tehát mondhatjuk. Viszi a nagy projekt, ha ezt tervezik, de azért vegyék tudomásul, hogy nem vesszük jó néven azt, hogy egy lazán, hogy akkor az egy árterület lesz, amit elárasztunk akkor, amikor... Biztosabb a más megoldás is, nem? Például az, hogy tájékoztatjuk annak a területnek a vonatkozó illetékeseit, a lakosságot. Ez egy közösségi területnek van számva. Hát minimum tájékoztatni kellett volna bennünket, hogy gyerekek, csináljuk ezt a projektet, de hát itt valami ilyen megoldás is szóba jöhet. Én vezető szerintem ember... ez a hajó még nem ment el, beszéltem az egyik tervezővel, és mint azt mondtam, hogy még a tájékoztatás része hátra van a dolognak, bár nem tudom, hogy miről tájékoztatják, ha egy kész helyzetű, akkor aztán később van a tájékoztatás. Én vezető ember voltam, és amikor helyzet volt, és döntést kellett hozni, a cél érdekében mit teszünk alárendeltnek, és mit teszünk vezérelnek. Engem nem lep meg az, hogy ilyen döntés született, az lepett meg, hogy váratlanul, tájékozatlanul kaptuk azt, hogy hát ez fog történni, kész. Jó, erőből. Most akkor ez azt jelenti, hogy föl kell adni a terveiket? Nem adtam föl a terveimet, mert én azt mondtam a polgármesternek, hogy 2019-ben leadott dokumentáció... Részletes. Terve. Dokumentáció, mondhatjuk. Ami ott van az asztalodon. Igen. Abba le van minden írva, hogy mit szeretnénk. Szeretnénk. Nem akarunk, nem követelünk, szeretnénk. Figyelembe kellene venni? Lehetőség most, szerint ez azt jelenti, ugye? Na most az volt az egésznek a lényege, hogy a tervezők, amikor ebbe koccantunk, akkor mindjárt az volt, hogy hát ki látta, hogy látta. Hát mondom, gyerekek, talán csak át kellene menni a másik irodába, amelyikben a fiókban ez a terv 19 óta ott van. Azt hiszem, hogy ez megtörtént, tehát feltehetően a elképzeléseink. Tehát összetalálkoznak a szálak azért. Szerintem találkoztak, és abba bízok, ez a mostani összejövetelt is, meg kell, hogy mondjam, első pillanatban ennek tulajdonította. Most második pillanatban már úgy gondolom, hogy nem onnét ered ez a
kis megbeszélés. Igen, ez az én saját ötletem volt. Hát ezt akarom mondani, igen. Hogy ez nem egy irányított, nem. Hogy na gyereke. Lehet, hogy az lenne a jobb hír, nem, hogy így informálódna a városvezetése, de így is informálódhat, ha akar, ha nem. Első pillanatban, amikor a telefonhívás kapcsán, hogy hát miről lenne szó, egyből azt mondtam, hogy na, a fiúk összeültek, összetolták a papírokat egy asztalon. Én örülök, a lendületet adtam bizonyos dolgoknak, mert hát végülis ez a város érdekét szolgálja, akárhogy is nézzük. A város főépítésze által ismert dolgokról beszélek. A város műszaki építészeti osztályán szereplő ismert, a polgármester úrral egyeztetett, az alpolgármester és annak a közvetlen környezetével helyszíni bejárások, nem tudom mi hány futamát végigvittük, tehát ismert. Annyira ismert, hogy az épület megvásárlása egy rendkívül bonyolult helyzetet teremtett, mert amikor tulajdoni jog átruházás fölvetődött, kiderült, hogy az épületnek nincs tulajdonosa. Az, aki magát tulajdonosnak tartotta, aki nem más, mint az Ilonka néninek az unokaöccse, tehát rokoni szál, visszavezethető, hogy az ősök. Aki magát annak hitte, hogy ő a tulajdonos, a földhivatali bejegyzési papírokon nem szerepelt. És az történt... Kérdés, hogy milyen hagyatéki eljárás volt, ugye itt az... Most... Ezt hagyjuk, jó vagyok. Hagyjuk. Én abban az időben az illetékes önkormányzati ügyintézővel, nem tudom most a nevét megmondani, több futamba megküzdöttünk az államkincstárral, mert egész az államkincstárig el kellett menni, hogy a nem jegyzett régi tulajdonjog hova is tartozik. Kiderült, hogy az áfész, aki eladta az utolsó tulajdonosnak, az áfész sem volt bejegyezve tulajdonos. Már az áfész sem. Tehát olyat is, mit adott el, ami nem is volt az övé. Az év áfész olyat adott el, ami nem volt az övé, és a következő tulajdonos is olyat adott el, ami... Ami pláne nem volt az övé. Hogy mondjam, a jog szerint, ha azt mondom, a jog szerint őt illette, mert őtőlük államosították a dolgot, de valójában nem lehetett lepapírozni, és akkor egy évet csúszott a papírmunka, mire az államkincstár kiadott egy valamilyen hivatalos nyilatkozatot, hogy ugye nem lehetett bejegyezni az önkormányzat, mint szerzett tulajdonost. Végülis kincstár adott egy papírt, hogy igen, akkor az ajkai önkormányzat most már tulajdonos. Így tudtuk megszerezni az épületnek a tulajdonjogát, a tulajdoni lapot nekem az önkormányzat, tehát a polgármester úr ünnepélyesen átadta a nyilvánosság tévéfelvétel alapján, hogy átadja az Egyesületnek. Ez volt 19 után, 20-ban valamikor már húzódott. És ennek kapcsán most itt rögtön mondom, hogy az eredeti projektünknek csak egy részét mondtam el. Mert az eredeti projektben az volt, hogy az Ilonka nénihez mi is bebarátkoztunk. Addig kuncsorogtunk, amíg a Ilonka néni levette a kapuról a kallantyút, és akkor ide, és gyerekeim, na gyertek be, megmutatom. Megjött a forgalom az Ilonka. És akkor az Ilonka nénihez bementünk, és én előadtam az Ilonka néninek, hogy hát mi abba sántikálunk, hogy szeretnénk az ő házát tájházként, muzeális jelleggel megtartani, és ebbe a Hetler barátom már akkor bevolt, ő már akkor nagyon mozgott ebbe az ügybe, hogy Ilonka néni meg tájház, és megmutatott mindent Ilonka néni. Megállapítottuk a Laci szaktanácsadás alapján, hogy nagyon sürgős a dolog, mert az épület a végromlás előtti 24. órában van. Az az épületnek, ha nem kerül nem kerül megfelelő kezekbe, az az épület... Ön nyilván kívül belül ismerte a Laci bácsi. Szakértő. Szakértői meglátás alapján mondta el. És akkor mi a polgármester gyorsan megkerestük, hogy Béla, azt a házat is meg kellene venni, mert ez a kettő így komplett.
És az volt az elképzelés, hogy annak a házhoz tartozó földterület, ami szintén a patakpartig lenyúlik, újabb egy jó darab, ha az a kettő, a jelenlegi zöld terület meg az össze van vonva, az már egy nagyon szép, tekintélyes, hasznosítható terület. A tájháznak pedig lett volna a sorsa, hogy ami felújítás. A probléma úgy csapta ki magát, hogy a jelenlegi tulajdonos, aki örökös, tehát az Ilonka néni örököse, az örökös és az önkormányzat tárgyalása holtpontonra jutott, meg van is, úgy tudom. Tehát nem tudtak az önkormányzattal, az önkormányzati szándék, én megértem, lehet, hogy az önkormányzati szándék ekkora, az igény meg, hát nyilván pénzügyről beszélek. Igen, de most ha én úgy tudom, ez egyáltalán biztos, de ha megfelelő közérdekkel, városi érdekkel el lehet támasztani a dolgot, akkor a kisajátítás is szóba jöhet. Én következőt mondtam a polgármesternek. De ez én nem akarok jogászok dolgát. Én felvetette a hozzáértő apparátus ezt, és mondtam a polgármesternek, megkértem a Bélát, hogy Béla, a kisajátítás jogkörét vegyétek le a napirendről. Én ennek a városrésznek vagyok a lakója, köztiszteletben álló személyként szavamat adtam annak idején, hogy erőszakos módon nem fogunk senkitől semmit elvenni, amikor itt a területrendezések voltak. Most a tulajdonos elvileg akkor az idézett unokaöcs vagy? Igen. Tehát a Ilonka néni unokaöcse. És ő neki az ügy kapcsán mondtam, hogy figyelj, de én az Ilonka néninek is azt mondtam, mert az Ilonka néni mondta, hogy itt aztán senki semmit nem viszel, itt az idősek aggája. Hogy, és mondom, Béla, a kisajátítás jogkörét felejtsétek el, a tulajdonossal egy közös megegyezéses egyesség az, ami az én számomra elfogadható. Ha ez nem így történik meg, én kiszállok a projektből. Ön ismeri személyesen ezt a bizonyos tulajdonost? Hogyne. Hát én 59... Itt lakik Ajkán, ne? Én ott lakik. Az Ilonka néni háza végébe, a téglagyári útra így kivallagva, ott van a háza, a Fiastyúk utcával szembe van a kapuja az Ernőnek. Tehát meg fogjuk keresni, és megkérdezzük a véleményt a megoldásról lehetőségre. Az Ernőt én fölkértem, meghívtam a Babucsa Dülői Baráti Kör Egyesület tiszteletbeli tagjának. Azt mondtam, hogy... Hát amúgy jó a viszonyunk. Hogyne, hát gyerekkor óta ismerem. Nálam fiatalabb, mit tudom én, egy 8-5-10 évvel, nem ez az érdekes, ismerem gyerekkor óta. Ő is ott lakott. Az a terület, ahol ott azok a lakóházak voltak, az is az Ilonka néni szüleié voltak sajátítás előtt. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az Ernőnek az álláspontját én akceptálom. Békés, rábeszéléses módszerrel, amit el lehet érni, én azt tudom támogatni. Kisajátítást szó se. Értem. Tehát itt több megoldandó kérdés van még. Laci bácsi mit szól ezekhez a bődalmakhoz? Hogyan lehet ebből kikeveredni valahogy? Én nagy figyelemmel kísértem egyébként ezeket. Tehát teljesen ismerős ez, amit a Gyula elmondott, és fájlalom, hogy ez ennyire húzódik. Azért, mert közben tudom, hogy ha egy épületet magára hagyunk, egy ilyen épületet, tehát az előbb-utóbb dolgozik nyilván. Tönkre megy, tehát ennyire tisztában vagyok vele. Tehát nem szabad ezt a végkimerülésig nyújtani minden rétes tésztát, ezt kezelésbe kell venni. A kisajátításnak én csak a végső esetben, tehát én sem vagyok híve. Ugyanakkor meg azt is tudomásul kell venni, hogy hát talán jobb lenne ezt nem publikálni. Azért a tulajdonosoknak is el kell gondolkodni, hogy van egy határ, ami fölé nem illik menni. Tehát ha nekem van egy tulajdonom, egy birtokom,
Tehát nem lehet a csillagos égig elmenni az árában, hanem van egy társadalom által elfogadható mérték, ugye, és akkor nem lenne semmi probléma. De miután a törvény szerint, akinek van valamennyi, annyit kérhet érte, amennyit nem szégyel, ezt is el kell ismerni. Csak van a helyzet, hogy a városnak érdeke lenne, hát valószínű, hogy mégiscsak felvetődik ez a kisajátítási dolog, ez a véleményem. A kisajátítástól nem kell annyira félni, mert azért az is az a realitás talaján áll. És nem hallott, azt jelenti, hogy elvesznek valamit, és nem persze, adok helyettesen. Hallottam én olyan összegeket, amire azt mondtam, hogy ez egy reális dolog. Közben kisajátították, mint ár. Azért én nem vagyok teljesen ellene. Az eszközhöz nyúl az önkormányzat, például a padrakúton is volt ilyen eset. Úgyhogy pontot kéne tenni a végére, mert én sajnálom ezt a házat. Még kívánt valamit mondani, Gyula bács? Igen, igen, a Malomkert projekt kapcsán a per mai napra ugranék. A mai nappal gyakorlatilag az a tényállás, hogy ezek, amikről beszéltünk, ezek vannak, nem ismerek további információkat, viszont a hasznosítást illetően a Ládi János barátom nagyon komolyan bevetette magát, és elévülhetetlen érdemei vannak, hogy ott a ifjúság megmozgatása, foglalkoztatása, rendezvény szervezése nagyon komoly lépéseket tett, és ezt azért is mondom, mert gyakorlatilag az egyesület elnökeként mindkét terület fölött ilyen értelemben diszponálok, de a Malomkert közösségi kertnek a hasznosítását a Ládi Janinak az elképzelései szerint nagyon jó iránynak tartom, és a Janit kívánom a következő időszakban, amennyiben a dolgok fejlődnek, gyakorlatilag meghatározóvá tenni, hogy az ottani hasznosítást ragyogóan csinálja eddig, úgyhogy... Most, hogy stílszerűek maradjunk, és hallgatva az ön által interpretált elképzeléseket, mondhatjuk azt, hogy lassú vízpartot most, tehát előbb-utóbb meg álláspontok közelnek egymást? Hát ha a Tornapatakra gondolok, akkor gyakorlatilag fönnáll, mert volt már azóta ilyen árvíz jelenség, de igaz, tehát a Covid-járvány azt mondom, hogy nem kívánatos dolog, erre egy olyan viszmajor helyzetnek tekintem, hogy azt nem heverte ki, nálunk komolyabb rendszerek sem heverték ki azt az időszakot, lehet, hogy túl lennénk sok mindenen, de mint érdekesség mondom, hogy karácsony előtt két nappal a Jani mondja, hogy esik a hó, mi lenne, ha ott egy kicsi part oldal van, ahol egy rézsi van az ingatlanon, csináljunk egy szánkópályát. Meg is történt. Megcsináltuk a szánkópályát, dicsérendő az, hogy az önkormányzat tőle nem megszokott sebességgel azonnal intézkedett, és gyakorlatilag három napon belül ott dózer mozgott, ezt jó hiszeműen mondom, nem akarom azért a önkormányzati barátaimat rossz írve keverni, de gyakorlatilag megtörtént, hogy egy ilyen kis mini, szintén 14 év alattiakat figyelembe vévő kis gyerekeknek a szánkópályát. De hát itt Szent Péter betette a kezét, nem esett hó, igen, csak egy lapátnyi. Egy lapátnyi, de az én unokám, a legkisebb unokám, ő volt az első, aki kipróbálta és szánkózott, és a polgármester úrnak elküldtem a felvételt, a szánkó felvételt. Tehát a Malomkertben még akármi lehet, fejezzük be ezzel. Jó, hogy reménykedjünk abban, hogy a lehető legjobb fog kisülni belőle. Gyakorlatilag gyors reagálású dolgok, ha történnek, mondjuk szánkópálya télen az jó, augusztusban nem annyira, de ha nyári árvíz, uszodát azért nem fogunk csinálni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba.